90-es évek elején kezdtem ezt az egészet, akkor olyan 16-17-20 éves korig jöttek hozzám, azok voltak. És ugye én ezt folyamatosan 20 éve csinálom. A gyerekek ugye ők jöttek a sporterobik részére, a versenyerobik részére, és a felnőttek változott, ahogy én is, ahogy korosodtam, úgy változott nekem is a közönség, aki járt az óráimra. És ugye folyamatosan ebbe is tanulni kell, fejleszteni kell, különböző irányzatok. Amit ugye észrevettem itt ebbe a régióba, én nagyon szerettem a dance és a koreografált órákat, viszont nagyon sok nő ugye már dolgozik, tehát nem otthon ülnek a gyerekekkel, és már nap végére nem szeretik ezeket, hogy gondolkodni, és akkor túl koreografált legyen az óra. És akkor most már úgy átálltunk a sokkal inkább egyszerűbb koreográfiákra, egyszerűbben megjegyezhető koreográfiákra, viszont sokkal több erősítés. És már, tehát ugye ahogy haladt a kor, úgy haladtunk mi is a maga az óratartásba. Tehát az elején még 200-as pulzuson végig egy órát, most már azért vannak pulzuszónák, akkor ezeket be lehet lőni, különböző órák, zsírégető órák, erősítő órák, rengeteg néven futnak, hát ez most már úgy kiteljesedett. A gyerekeknél ez nagyon szembetűnő, tehát őnáluk azért is kell a csapat, mert versenyezni bizonyos korcsoportban csak csapatban lehet. Tehát minél kisebb, annál kevesebb lehetősége van abban, hogy egyénileg megmutassa magát, ahogy nőnek, úgy válnak, vannak egyéni kategóriák is. És akkor ide jönnek, akkor ugye először elkezdünk egy óvodáskortól egy ilyen rávezető gyakorlatsorral megszeretni. Utána, amikor már jár egy bizonyos ideig, akkor már ugye beleteszünk olyan játékosan sportágra vonatkozó elemeket. Utána beljebb kerül egy másik csoportba, és akkor ott jön az, hogy akkor most neked lesz egy párod, szerepelsz egy trióba, vagy egy csapatnak a tagja leszel. És ez, látom, hogy azoknál a gyerekeknél ez egy nagyon nagy előny, akik eleve úgy jönnek ide, hogy kicsit félénkebbek. Tehát ez tényleg egy nagyon jó közösségkovácsoló hatása van gyerekeknél, felnőtteknél is. Nagyon sokan jönnek igen úgy, hogy egy osztályból, főleg a kicsik, utána meg órán kívül is találkoznak. Szoktunk csinálni ilyen csapatépítő napokat, akkor ugye elmegyünk, megtervezzük, hogy mi legyen az, vagy egy kalandpark, vagy egy fagylaltozás, vagy tehát például a versenyek egy nagyon-nagyon jó csapatépítő. Tehát az, hogy készülünk a versenyre, milyen legyen a ruhánk, a frizuránk, akkor mikor indulunk, akkor hány autóval megyünk, megérkezünk, két napos a verseny, verseny után átbeszéljük. Igen, tehát hatalmas ereje van. Szerintem bármelyik csapatsportnak, de ebben még egyénileg is ki tudnak teljesedni. Sporták számomra nagyon fontos. 7. éve járok ide az OKKSK aerobik szakosztályába, és ez a fajta edzésmód, amit mi végzünk, nagyon mozgékony, illetve nagyon sokat jártunk régebben versenyekre. A mostani időszak inkább alapozó, és most készülünk az évad záróbára. Nagyon jó kis csapatot építettünk össze, rendkívül családias a hangulatunk, és szinte olyan, mintha már bejönk az edzőterembe, mintha a második otthonunkba jönnénk be. A csapat számomra nagyon fontos, úgymond én vagyok a legnagyobb itt közülük, és akkor úgymond ilyen kis babosgatás kell a gyerekek számára néha, de nagyon fogékonyak, kreatívak. Jó múltkor együtt csináltunk meg egy gyakorlatot. Óvodáskorba kezdhető, és itt ki kell hangsúlyozni, hogy az óvodások, akik ide jönnek, ők még nem tanulnak ilyen koreográfiákat, tehát rávezető gyakorlatokat. Tehát egyelőre még a finom mozgásokat próbáljuk játékos gyakorlatokkal fejleszteni, és ahogy haladnak ugye korba, úgy lépnek egyre-egyre följebb a szinteken, és kapják az erősebb és erősebb gyakorlatokat. Tehát az, hogy most mennyire legyen rátermett egy gyerek vagy egy felnőtt, ez nagyon-nagyon jól látszik például a szövetségnek a felépítésén, tehát hogyha most a versenyzésről beszélünk. Tehát úgy vannak a kategóriák felépítve, hogy van egy challenge kategória, az egy teljesen alapszint. Tehát az, amit gyakorlatilag majd, hogy amit órán csinálunk, nincsenek benne akrobatikus elemek, nincsenek benne lazasági elemek. Tehát tényleg csak a kezdő aerobik, amit kell tudni, és azon akár felnőtt, akár gyerek, mondjuk megvan szabva, hogy 7 éves kortól,
tehát amatőr szinten lehet versenyezni is, vagy akár az én óráimon, tehát arra se kell, hogy egy bizonyos edzettségi szinte, ugye ott is ott vannak, lehetnek kezdőórák, amikor egy alapszintről kezdünk, ugyanígy a gyereknél is, tehát vannak kezdők, középhaladók, haladók, és akkor ugye ott vannak a nagyok. Tehát sajnos nem elég az idő, mert azt is figyelembe kell vennem, hogy ugye tanulnak. És hát a legelső az természetesen, hogy a tanulmány eredmény ne menjen a tanulás rovására. Nekünk most úgy van felépítve az óráink, hogy a gyerekek heti 3 edzésre járnak, 1 órába. Plusz kiegészítő edzésként még van akrobatika edzésük, meg nyújtó-lazító edzésük. És még ez is kevés. De hát ebből gazdálkodunk. Ugye aki látszik, tehát a gyerekeknél is látszik az, hogy kitanul könnyebben, azok magukba szívják a koreográfiát, tehát azzal kevesebbet kell, de aki lassabban tanul, annak is ugyanúgy meg kell tanulni, fel kell zárkóztatni, és akkor lehetőség van külön órákra is, de azokat ritkábban tudjuk így eszközölni. Mindig csoport, és kis csoportokban az órákon, tehát megkapják a feladatokat, és kis csoportokban dolgoznak utána. És utána a végén van egy összegzés, és akkor megnézzük, hogy tehát mindegyikhez bizonyos időközönként megyek oda, és felügyelem. Volt egy segítőm, akkor ugye két részre osztottuk a csapatot. Én nagyon szeretek ide járni. 3 éves koromban kezdtem, és most vagyok 9, és volt olyan, amikor nem is szerettem, meg szerettem is. Nagyon szeretem!